A Vörösmarty Színházban megkezdődtek Dürer Matt az Öreg Hölgy Látogatása című kultikus drámájának olvasó próbái. A Bagó Bertalan rendezte klasszikus darab azt a rejtélyt bogozza ki, hogy mi a teendő, ha egy remek adottságokkal rendelkező kisvárosban a gyárak sorra bezárnak, a népszerű üdülőközpont pang az ürességtől, és már a Székesegyház harangjait is lefoglalta a végrehajtó. Nagyon fontos kérdésekről szól, nem akarok itt közhelyes lenni, de rendkívül időszerű. De hát mindig is időszerű volt. Vannak dolgok, amik nem évülnek el. Az, hogy milyen az, amikor az embert megveszik kilóra pénzért, és hogy ez az... Ha nagyon röviden és nagyon egyszerűen akarom mondani, akkor pénzén meg lehetem kapni mindent. És, azt a és a másik egyik oldala az, hogy meg lehet-e, és a darab azt mondja, hogy sajnos meg lehet, meg az, hogy mi a bosszú, hogy mennyit ér meg az, hogy bosszút áll az ember. A megmentő Claire Zahanassian a jótékonyságáról közismert milliárdos nő, aki 40 év után ellátogat szülővárosába. Feltámad hát a remény, hogy majd ő megmenti a várost, és Claire hajlandónak is mutatkozik erre, de van egy feltétele. Claire szerepében Tóth Ildikót köszönhetjük. Ez a három szereplő, és a város, ugye a város maga a harmadik, mindegyik nagyon-nagyon fontos sarokpontja. Úgyhogy az, hogy a Claire története hogy alakul, az a próbák folyamában szerintem nagyon meghatározó az, hogy a város, a polgármester, a tanító, a többi, hogy ők, az ő szerepeik hogy tudnak egy olyan egységbe forni a maguk különböző amplitúdóival, amik szerintem meghatározzák a Claire történetét is. A darab bemutatójára, amelyben a teljes társulat szerepel, február 27-én kerül sor a Teátrum nagy színpadán.